A Tolna-megyei báli szezon kiemelkedő eseménye a jogászbál, amit idén már 13. alkalommal rendeztek meg. A szervezők ezzel századelei hagyományt elevenítettek fel. A jogászbál az a jogászok társasági rendezvényei közül az egyik legkiemelkedőbb rendezvény. És azért érezzük ennek a fontosságát, hiszen minden hivatásrendnek megvolt régen a század előn a maga bálja, a maga rendezvénye. Ezen az estén a szakmai beszélgetéseken kívül a gyönyörű ruhák, a finom ételek és italok voltak a főszerepben. Tolna-megyei jogászai szombaton este hagyományos éves báljukon zenével és tánccal bizonyították, hogy nem csak a hivatásuknak élnek. Ilyenkor összejövünk, jól érezzük magunkat, kellemesen elmélkedünk és nagyon jót mulatunk a tradíciók jegyében. És ha nagyon jól mulatunk, akkor még a jogászhimnuszt is elénekeljük. Dr. Herbert Éva elárulta, hogy ez a bál is kiemelkedik a többiek sorából, nem csak azért, mert a szakma krémje, a megyei és az országos szervezet tagjai vesznek részt rajta, hanem mert egy összetartó közösségről van szó. A jogászbál az egy elegáns társasági esemény. Én úgy gondolom, hogy ez látszik a megjelenésükből, a ruházatból. Hát természetesen itt nem vagyunk olyan szigorúak, mint mondjuk a tárgyalótermekben, vagy mondjuk a hivatalok ügyintézése során. A szervezők gondoskodtak arról, hogy változatos programokkal szórakoztassák a közönséget. A Deutsche Bühne színésznői zerés darabokkal csartak mosolyt a vendégek arcára, aki pedig kifulladt a sok táncban, a kaszinóban és a bárpultnál pihenhette ki magát.